Jó reggelt mindenkinek! Ismét eljött az évnek az az időszaka, amikor a tanszékek legfajinabb terme előtt hónajban sötétebb színezésű inges vagy blúzos hallgatók szoronganak. A diplomavédés. Úgyhogy úgy döntöttem, előveszek 5 tévhitet a védésekkel kapcsolatban, amelyekben még vagy hallgatóként, vagy pedig tréningeken oktatóként futottam bele. Persze a szabályok karonként eltérőek lehetnek, de azért... na... Felkészültetek? Első tévhit. A védésem mindennek el kell hangoznia, ami a szakdolgozatodban szerepel. Nem, a védésnek az a célja, hogy 10-15 percben bemutasd, hogy mivel foglalkoztál az elmúlt 1-2 évben, vagy rosszabb esetben a leadási határidőt megelőző hétvégén. Helyezd el a hallgatók fejében a területet, vázolt fel, hogy mik voltak a célkitűzéseid, milyen módszerekkel dolgoztál, milyen eredményekre jutottál, és persze, hogy mik voltak ezek alapján a következtetéseid. Persze döntsd el, hogy ezek közül mik a legfontosabbak, és miket szeretnél megemlíteni, a többit pedig hagyd ki nyugodtan. Akit úgyis annyira érdekel, tovább fogja firtatni, de általában úgysem érdekel senkit. Ne, vicceltem tényleg. Az emberek nagy része azért, higgyétek el, él hal a kíváncsiságtól. Második tévhit. Az előadásodnak már reggel ott kell lennie a számítógépen. Nem, és nem azért nem, mert nem kell feltölteni a kivetítendő anyagot a számítógépre, hanem azért nem, mert az előadás nem egyenlő a diasorral. Ezt elismétlem. Nem, az előadás nem egyenlő a diasorral. Az előadás az, amit te a teljes lényeddel a közönség előtt képviselsz, a szavak, amik kijönnek a szádon, a gesztusok, amiket tolsz közben, a feszültség, ami vibrál körülötted a levegőben, felajzva a bizottság minden idegrostját. És a nyökögéseid. Ez az előadás. Ami ki van vetítve mögötted a vászonra, az legfeljebb csak illusztráció mindehez. Ennyi, nem több. És ez nagyon fontos. Talán a legfontosabb. Harmadik tévhit. Az aranyszabály, hogy egy dia körülbelül egy perc. Nem, már miért ne lehetne fenn egy dia csak 15 másodpercig, vagy akár 4 percig is, ha az előadás szempontjából az úgy logikus? És nem ezzel, nem azt mondtam, hogy zsúfolj rá mindent egyetlen diára, vagy úgy pörgésd őket, mint egy kinematográfot, hanem azt, hogy nem a dia határozza meg az előadásodat, hanem az előadásod azt, hogy milyen illusztrációt használsz. És kapaszkodj meg, akár az is lehet, hogy teljesen mást használsz. Akár a táblánál is levezethetsz valamit, vagy más demonstrációs eszközökkel is szemléltetheted azt, amiről éppen beszélsz. Mi több, ezeket kombinálhatod is, de még az sem tiltva, hogy időnként csak magad legyél ott a közönség előtt. Elbírod ezt képzelni: mindenki arra figyel, hogy te mit mondasz, nem pedig arra, hogy egy két perccel ezelőttről otthagyott ábrám mikor mászik rá egy betévet légy az oszlopdiagramra. Negyedik tévhit. A dián lévő ábrán minden adatot fel kell tüntetni. Nem, bár tudom, hogy sokkaron pontlevonás jár ezért, ennek ellenére tartom, hogy az egy másik műfaj a szakdolgozat. Ott valóban ott kell lennie mindennek, és erre igen szigorú szabályok vonatkoznak. Hozzáteszem, nagyon helyesen. A védésen viszont az a cél, hogy aki először hallja az anyagot, az is gördülékenyen be tudja fogadni az elhangzottakat. Ami ezt segíti, az maradjon, ami pedig nem, az kuka. Ez van, egy néző figyelmét baromi nehéz lekötni 15 percen keresztül, még akkor is, ha kifejezetten ezért ült be. Ráadásul aznap nem te vagy az egyetlen vizsgázó. Persze szokott lenni egy olyan felvetés, hogy ha az ábrán nem látszik, akkor honnan tudná az egyszerű hallgató, hogy elvégezte e a megfelelő ismétlésszámot, megfelelő statisztikai módszerekkel dolgoztál-e, meg ilyenek. Egyrészt meg lehet kérdezni az előadás után, ez a védés lényege. Másrészt, ha jobban beleszeretnének szeretnének mélyedni, a szakdolgozatok általában nyilvánosak. Harmadrészt pedig két bíráló is átment az anyagon, végigbogarázták az egészet, megnézték a módszertant, és levonták a következtetést, hogy korrekt volt-e vagy sem. És ezt ott helyben ismertetik is. Úgyhogy szerintem ez az aggály egy kicsit túl van pörögve, de természetesen mindig tartsátok be a kari vagy a tanszéki követelményeket. Ötödik tévhit. Nálam nem működik a kevés szó legyen a dián szabály, mert olyan a területem. Például jogászként hosszú jogszabályszövegeket kell felvetítenem. Nem. Egyrészt az, hogy az ember hogyan képes felfogni a dolgokat, hogyan tudja megosztani a figyelmét a vászon és az előadók között, az nem a területtől függ. Oké, okay, ha a jogászoknak tartasz előadást, akkor legfeljebb egy kicsit lassabban beszélj. Másrészt pedig nem, nem kell felvetítened semmit, akár szóban is elmesélheted. Hát, röviden ennyi. Egyet érteni vagy nem érteni, oda lent a komment szekcióban tudtok, és persze, ha van kifejezett kérésetek, kérdésetek ezzel kapcsolatban, azt is feltehetitek. Feliratkozni itt tudtok, és legyen egy gyönyörű szép napotok. Sziasztok!